Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, érkezzenek legfontosabb híreink. A keresztény állam megteremtőjére emlékeztek Makón. Unokáikkal ünnepeltek a nyugdíjasok. X-eltek a makóiak. Változatos programokkal készültek Szent István király és az államalapítás megünneplésére városunkban. Bár az időjárás többször beleszólt a rendezvények lebonyolításának menetébe, a hagyományos események legtöbbje nem hiúsult meg. A városi ünnepségre idén a koronaszálló dísztermében került sor. Augusztus 20-a Magyarország és egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik legrégebbi ünnepe, mely során Szent István királyra, az államalapítóra emlékezünk. Ebből az alkalomból minden évben szentmisére kerül sor a belvárosi katolikus templomban, melynek védőszentje az egykori uralkodó. Idén Lackó Ferenc pápai prelátus atya mondott szentbeszédet, valamint részt vettek a helyi cserkészek és a nemzetközi néptánc találkozóra érkezett bolgár, cseh, lett és lengyel küldöttség képviselői is. A hagyományos körmenet a rossz időjárásra való tekintettel ezúttal elmaradt, az ünnepséget szeretett vendégség zárta. A programok a József Attila Múzeumban folytatódtak, ahol megnyitották a 10. jubileumi Natura Marosmenti művésztelep záró kiállítását. Ezt követően a főtéren került sor a 23. makói fúvószenekari találkozó ünnepi gála műsorára. A városi ünnepségen a kenyérszentelést és az áldást követően Farkas Éva Erzsébet polgármester mondott köszöntőt, kiemelve benne az államalapító történelmi jelentőségét. Szent István királyunk jól döntött. Több mint 1000 éves hagyatéka, hű bizonysága ennek. A keresztény kultúra magjának elültetése, az egyház szervezet kiépítése, vármegyék felállítása, a törvénykönyvek kibocsátása. Nos, ilyen tökéletességre törekvő király nagyon kevés volt történelmünkben. Nem csak a jó vezető képe idéződik fel bennem személyét illetően, hanem a jó férj, a jó apa és a jó keresztény, vagyis az igaz, hű, jó ember képe. A város első emberét a pulpituson Lázár János országgyűlési képviselő követte, aki arra az elmúlt évszázadok alatt már sokszor feltett kérdésre kereste a választ, hogy mit is jelent Szent István király példája a jelenkor számára. Ha egy szülő ma 2017-ben itt Makó városában azt kéri a gyermekétől, és azt javasolja a gyermekeinek, hogy az életútjukon a keresztény gondolkodásmódot, a keresztény értékrendet válasszák és kövessék, akkor meggyőződésem és hitem szerint a legjobbat, és eközben a legegyszerűbbet teszi. Úgy, ahogy tette ezzel a néppel és ezzel az országgal annak idején, 1017 esztendővel ezelőtt Szent István király is, akinek heroikus küzdelmét polgármester asszony jól idézte föl, de talán kevés szó esik arról, hogy neki is olykor ellenséges és bizonytalan környezetben, egy pogány hagyományokkal rendelkező népközösségben kellett államot alapítania, és egy értékrendet a magyaroknak fölajánlania. Mekkora életbölcsesség kellett ahhoz, hogy valaki fölismerje egy bizonytalan időszakban a jó választást, a jó irányt, és ráadásul egy olyan irányt szabjon a saját családjának, a saját nemzetének, a saját fajtájának, ami 1000 esztendőn keresztül is megtartja. Ezért aztán azok a szülők, akik ma a keresztény értékrendet, a keresztény erkölcsöt, gondolkodásmódot, kultúrát és hitet javasolják a gyermekeinek, vagy tanítják a gyermekeiknek, meggyőződésem szerint Szent István példája alapján kis kockázattal nagy eredményt érnek el, és hosszú évekre, évtizedekre ható eredménye is lehet a döntésüknek vagy a választásuknak. Az ünnepi beszédeket követően átadták a jubileumi diplomákat és a díszpolgári címeket. Erről a Natura művésztelep záró kiállításáról, valamint a fúvószenekari találkozóról e heti híradóinkban számolunk be. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálat nyári játszóházi programsorozatának záró rendezvénye idén is a generációk találkozója volt. Az egésznapos eseményen többek között volt rendőrségi bemutató és pogácsasütés is. A Királyhegyesi utcai intézmény immáron harmadik alkalommal szervezte meg 6 hetes táborát a nyári szünetüket töltő kisiskolásoknak, akik ez idő alatt különféle programokon vehettek részt.
Az idei év témája mesterségek voltak, melyek a kicsiket elvarázsolták, az idősebbekre pedig nosztalgiaként hatottak. Többek között elmentek hentes üzletbe, pékségbe, különböző mesterségeket megtekinteni, és ennek a záró rendezvénye tulajdonképpen ez a generációs találkozó. A Királyhegyesi utcai klubunk egy nagyon szép helyszín ennek a megrendezésére, és itt az idősekkel együtt tudnak a gyerekek sütni, főzni, rendezvényen részt venni, játszani, szinte az egész napot eltölteni. Varga József közel 4 éve tagja az ENI egyes számú idősek klubjának. A nyugdíjas elmondta, nagyon szereti az ember és a baráti társaságokat, elsősorban ezért is csatlakozott a klubhoz. Az idős férfinak 2 lánya van, akik eddig 3 unokával ajándékozták meg. A találkozóra a 3 esztendős Péterrel érkezett. Én nagyon jónak tartom, mert kezdenek most már az emberek egymástól úgy eltávolodni. Hát nem mondanám, hogy elhidegülni, de a technikai vívmánya miatt teljesen, hogy mondjam, elkerülik egymást, nincs egymásra idejük, különböző elfoglaltságokkal vannak, mint hogy inkább egymással foglalkoznak. Mi most voltunk Gyulán nem olyan régen, voltak fiatalok is, végignéztük az Almási kastélyt, a várat, mindenki jól érezte magát, úgy a fiatal, mint az idősebb korosztály. A generációs találkozón színesebbnél színesebb programokkal várták az érdeklődőket. A Makói rendőrkapitányság jóvoltából fegyvereket és speciális eszközöket próbálhattak ki a résztvevők. Bemutató órát tartott a Makó Budó Klub Aikido szakosztálya, de talán az egyik leglátványosabb része a napnak a tárcatűzoltás volt, melyet a makói hivatásos tűzoltók parancsnokság tűzoltói végeztek el. Beleerősít a Hagymatikum. 4 millió SIM-kártya adategyeztetés. Rövid híreinket láthatják. A Hagymatikum Gyögyfürdő az idei évben újra részt vesz az ifjfürdője versenyben. Tavaly is indult a megmérettetésen, akkor a jeles 6. helyen végzett az év feltörekvő fürdője kategóriájában. Most is a jó helyezés elérése a cél. A jelenlegi állás szerint a komplexum újra a top 10-ben van és a 6. helyen áll. Az eredmény hirdetésig még 2 hét van hátra, addig bárki szavazhat a Hagymatikumra a www.azévfürdője.hu oldalon. Már csak azért is érdemes voksolni, mert a szavazók között értékes nyeremények találnak gazdára, köztük fürdőbelépők és egy wellness hétvége. Január 1-én módosultak az elektronikus hírközlésről szóló törvényben az előre fizető SIM-kártyás mobiltelefon szerződések szabályai, ezért adategyeztetése volt szükség. Ennek során az arra kötelezett nagyjából 4 millió SIM-kártya 68%-ánál, vagyis több mint 2,7 millió esetben történt meg a június 30-ai határidőre a szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A megszűnt kártyák között azon sok már használaton kívüli lehetett, mivel a jogszabály szerint a továbbiakban évente a szerződéskötéstől számított fordulónapokon kell egyeztetni az adatokat, újabb tömeges egyeztetés nem várható. Most pedig rendőrségi híreink következnek. 34 határsértőre bukkantak a magyar járőrök egy román honosságú kis teherautóban Nagylak területén múlt héten csütörtökön. A csoport tagjai magukat szír származásúaknak vallották. Ugyanezen a napon újabb 17 főt találtak szintén egy kis teherautóban, melyet 2 román állampolgár vezetett Kistelek közelében. Az illegális személyek magukat iraki származásúaknak vallották. Mindkét esetben a nagylaki határrendészeti kirendeltségen állították elő őket. Mivel hivatalos okmányokkal nem rendelkeztek, meghallgatásukat követően az 51 illegális bevándorlót a román rendőrök rendelkezésére bocsátották a szombati nap folyamán. Vasárnap ismételten 3 migráns próbált Magyarországra jutni Ásotthalom külterületén. A férfiakból álló csoportot a rendőrök feltartóztatták. A magukat pakisztáni állampolgárnak valló határsértők hitelt érdemlően nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, ezért az idéglenes határzárhoz kísérték őket. Egy román állampolgárságú férfi egy Citroën Serapicasso típusú személygépkocsival akarta elhagyni az országot Nagylaknál szombaton. A magyar rendőrök a szokásos kontroll során megállapították, hogy a jármű vezetőjével szemben lopás miatt a szombathelyi rendőrkapitányság elfogadó parancsot bocsátott ki, és az autó szerepel a Schengeni információs rendszerben. Ráadásul a gépkocsiban a bűncselekménnyel kapcsolatban hozható műszaki cikkeket találtak. A nyomozókat gyanúsítottat a makói rendőrkapitányság
kapitányságon előállították, a személyautót lefoglalták. Egy személygépjármű szalagkorlátnak, majd villanyoszlopnak ütközött a Maros-Lelei Rákóczi utcában vasárnap késő este. A sofőr súlyosan megsérült, a járműből vágóberendezés segítségével szabadították ki a helyi önkéntes és a makói hivatásos tűzoltók. Egy ponttal tért haza a Makó FC szombaton Hódmezővásárhelyről. Bár a vendégek kétszer is megszerezték a vezetést, a hazai csapat az utolsó percekben kiegyenlítette a mérkőzést. Az MB3 középcsoportjának második fordulójában a makóiak a szomszédos Hódmezővásárhely együtteséhez utaztak a hétvégén a győzelem jegyében. A mérkőzést a vendégek kezdték jól, már a 8. percben vezetéshez juttatta csapatát Babolek Zoltán, aki nem mellesleg az előző fél szezont Vásárhelyen töltötte. Ezt követően az ellenfél is kezdett magához térni, és több helyzetet kidolgozva futballoztak, ám ezeket a maros mentiek jól kezelték. Azonban a 33. percben Fagyas Milán találatával kiegyenlítődött a találkozó. A félidő lefújása előtt mindkét csapatnál adódtak még lehetőségek, de ezeket a védők vagy a kapusok tudták hárítani. Így egy-egyes döntetlennel fordultak a gárdák. A második játék részben lemásolva az első félidőt ismét a marospartiak jutottak előnyhöz. A 67. percben a szintén újonc Lipták Ákosnak sikerült megmozgatnia a hazaiak hálóját. Rakoncaiék itt eldönthették volna a 3 pont sorsát, de Fagyasnak ezt ismét sikerült megcáfolnia a 88. percben. Tehát a végeredmény Hódmezővásárhelyi FC M-foci Kft. 2-2. Méhes Tibor tanítványai most szombaton 17 óra 30 perces kezdettel a Baranya megyei bajnokot, a Szent Lőrinci Eser csapatát fogadják a 3. körben az Erdély-Ferenc-téri sportpályán. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A keresztény állam megteremtőjére emlékeztek Makón. Unokáikkal ünnepeltek a nyugdíjasok. X-eltek a makóiak. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 16 perctől az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepséget nézhetik meg felvételről. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én mára búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!